Miként a darvakkal, mint nagy madarakkal, messzire szállt reményem. A Vörösmarty teremben Huzella Péter Kossuth Díjas zeneszerző is fellépett versdalaival a Csóri Sándor Társaság rendezvényén, amelynek keretében Bakonyi István Irodalomtörténész a társaság elnöke moderálásával bemutatták Zalán Tibor, József Attila és Babér Koszorú Díjas költő a Lovak reggelie című új verses kötetét. Megszámolni se tudjuk, hogy milyen sok könyv van a háta mögött Zalán Tibornak, és az is izgalmas az életművőben, hogy tényleg mind a három műnemben, a lírában, drámában és epikában is nagyon fontos könyveket, műveket tett le az asztalra, drámákat ír, színházban mutatták be műveit. Itt most a költőről lesz elsősorban szó, és az az egyik legizgalmasabb ebben az életműben, hogy nem lehet besorolni, nem lehet különböző csoportokhoz, kánonokhoz kötni. Zalán Tibor új kötete az elmúlt 9 év lírai összegzése, amelyet nem lehet egyetlen irányzathoz sem sorolni. Az egyes versek is nagyon különböző jegyek egymás mellettiségéből alakulnak ki. A nagy lélegzetű és sodrású szabad versek mellett felbukkannak a kötött forma erős megnyilvánulásai is. Én nem szándékosan törekszem arra, hogy ne lehessen engem sehova beilleszteni. Pontosabban szándékosan törekszem arra, hogy azt csináljam mindig, amit akarok. Tehát nem fütyülök a divatokra, fütyülök az irányzatokra, fütyülök az elvárásokra, és mindig dolgozom valamint. Tehát én mind a három mindenben dolgozom, ami azt jelenti, hogy nekem mindig van munkám. Tehát hol a drámaírás terén, hol a verset kell írnom, hol eszét, hol regényt írok, hol mesét írok. Tehát mindig van valamit csinálni valóm, emiatt aztán mindig más és más vagyok. Alexa Károly megfogalmazása hitelesen adja vissza Zalán Tibor kortárs csodáját. Kimeríthetetlen képtömeg, az élet helyfoglalása a szóban, egyszerre látvány és látomás, csupa erő, csupa halál, és sehol az önfeladás a jövőt nem érdekli a jelen, ezért kell megállítani az időt, szóvarázs, az önmagát megtermékenyítő, önmagával viselős és önmagát világra hozó vers, a férfi vers.